3 million pieces of solar cells. One day. A mai epizód hasonlít az eddigiekhez, de csak annyiban, hogy most is egy gyártóüzemet veszek célba. Ez az üzem viszont nem Magyarországon, még csak nem is Európában található. A világ egyik legnagyobb napelem cella és napelem modul gyártójához megyek, Kínába. A különleges helyszín miatt a gyártás konkrét részleteinél a körítés talán most még érdekesebb is lesz. Hogyan, milyen rendszer szerint, milyen szabályokkal működik egy üzem, ahol napi 3 millió cellát gyártanak, és ahol például bejutni is csak rendőri felvezetéssel lehet. És persze, ha már itt jártam, felfedeztem a környéket. Szecsuán tartományról a legtöbbeknek talán a csípős ételek ugranak be először, és talán a pandák. Mindkettő stimmel, de ezek csak nagyon az alapok. A tartományi főváros Chengdu például bruttó 21 millió lakosával Kína egyik legnagyobb városa, és egyszerre igazol és cáfol mindent, amit Kínáról az ember előzőleg esetleg gondol. A felhőkarcolók olyan részei itt az utcaképnek, mint máshol a közlekedési táblák, az utakat csak autópálya szélességben lehet értelmezni, és a bevásárlóközpontok is jó párszor akkorák, mint amihez hozzászoktunk. Kína másik arca ugyanakkor a részletekben rejlik. A parkokban előadott népi opera, az utcán random tájcsizó, tollabdázó nyugdíjasok, a különleges ételek és a hozzájuk kapcsolódó különleges szokások, az akár ezer éves hagyományok, ezek teszik igazán ellenállhatatlanná és színessé az összképet. Mielőtt belevágunk, még pár fontos háttérinfo arról, miért is mentem Kínába. A napelemek telepítését, hogy hogyan kerülnek a helyükre, már viszonylag sokat láttuk. Tóth Marcelnek viszont, aki az egyik legnagyobb hazai napelemes cég, a SolarKit vezetője, az az ötlete támadt, hogy érdemes lenne egyszer megnézni azt is, hol és hogyan készülnek a napelemek. Ezért kerekedtem tehát fel és indultam el még múlt év végén Kínába, ahova természetesen Marcelék is elkísértek. Akkor irány Kína! Bécsi átszállással nem utaztam még, és ami miatt biztos emlékezetes marad majd ez az egy óra, olyan perspektívából láttam a fertőtavat, ahogy nem nagyon ismerjük, felülről. Az út Bécsből Pekingen át Chengduig nagyjából fél napig tartott, de talán pontosabb azt mondani 14 órán át, hiszen mivel kelet felé mentem, a 7 időzóna lépéssel ez majdnem egy napot jelentett. Szembe menni az idővel amúgy is mindig különös élmény, hisz hip-hop eljön az este, majd a reggel. Az első kínai élményemet a pekingi repülőtér szolgáltatta a felfoghatatlan méreteivel, a másodikat pedig a Chengduig tartó 3 óra látványa a repülőgép ablakából. Jártam már korábban olyan keleti metropoliszokban, mint Delhi, Dubái vagy éppen Bangkok, de így is kellett egy kis idő, mire az európai léptékekhez szokott agyam nagyságrendet váltott. A reptértől a hotelig tartó jó másfél órás út alatt egyértelművé vált, hogy Chengdu lényegében egy felhőkarcoló erdő, de feltűnt más is. Ezt a fura körvonalakkal rendelkező épületet szinte az egész út alatt láttam, de valahogy mégsem éreztem, hogy közelednénk felé. Nem sokára kiderül, hogy mi volt az illúzió vagy a délibáb oka, de most koncentráljunk arra, ami miatt elsősorban jöttem. A hotelben letuccolás, egy rövid pihenő, majd jöhetett az üzem, és jöhettek a napelemek. A Tongwei Solar Giga üzeme Chengdu egyik külső kerületében található, ahova egy újabb másfél órás autózás után jutottunk el. Az üzembe érve azt hittem, a híres keleti kedvesség jele a felvezető rendőrautó, de nem, a technológiát őrzik féltve, így az itteni biztonsági szolgálat lényegében saját rendőrség. Hogy kapjuk egy általános képet arról, hol is járunk, az üzemhez tartozó kiállítótérben kezdünk. A kísérőm Krisztina Wang lesz, ő segít majd a fordításban is. A Krisztina név elsőre talán fura lehet, de itt nem az. Aki európai partnerekkel dolgozik, az egyszerűség kedvéért felvesz egy angol nevet. Ha hallanátok Krisztina kínai keresztnevét, nem csodálkoznátok rajta. Now we are here in the Jingtang factory's landscape. It's a solar cell workshop. So for the first phase, the factory takes 130,000 square meters. So that is the phase 2 and phase 3 and phase 4. That workshop begins to run in 2007. And the phase 3 and phase 4 is for the module factory workshop.
and we have a total 16 gigawatts capacity in that workshop. A közvetlen gyártáshoz kapcsolódó vagy azt kiszolgáló részeken kívül az üzemhez a látott biztonsági szolgálat vagy saját rendőrség mellett saját tűzoltó állomás is tartozik, illetve egy miniváros méretű lakópark is, ahol a dolgozók azon része, aki igényli, például mert nem szeretne túl sok időt utazással tölteni, saját lakást kaphat elég jutányos áron. Na és akkor napelem. A napelempanelt fotovoltaikus cellák építik fel, ezek legfőbb tulajdonsága, hogy képesek a nap energiáját elektromos áram alakítani. Csak érdekességkép, amikor még az 1800-as évek közepén az első kísérletek zajlottak a napenergia hasznosítására, a beérkező fény mindössze 1%-át tudták hasznosítani, ma már a legjobb cellák hatékonysági foka közel 24%-os. A technológiai fejlődés mellett legfőképpen annak köszönhető mindez, hogy találtak egy a napfény fotonjainak átalakítására ideális anyagot, ez a szilícium. This is the main thing? Yes. Silicon. Yes, this is a high purity crystalline silicon, and we have extracted from the original mines. And this crystalline silicon will be the raw material of the ingot. And the ingot is very, very long, very, very tall, and it's only a small part of it. Of the huge one? Yes, Oof. Yes, it's just cut because this exhibition center is not tall enough. So we just cut. But in reality, it's like 5 or 10 meters or? Yeah, something like that. Oh. You make the wafers of this? Yes, yes. The wafers to cut. To cut it very, very slice, which is here, you can see. This is. You can see, and I can tell you it's 150 micrometer. Yes. A napenergia hasznosításában a szilícium kiemelkedő fontosságú, mivel a fényt, illetve annak a fotonjait egyfajta fotódiódaként alakítja elektromos energiává. Bár gyakori az előfordulása, a szilíciumnak csak kis része áll tiszta formában rendelkezésre, ez pedig probléma, mert egy napelem hatékonysága elsősorban a szilícium tisztaságától függ. Így hát a technológia vagy a cellagyártás lényege tulajdonképpen a kibányászott homok megtisztítása. Mindez egy sok lépcsős gyártási folyamaton keresztül zajlik, a lépések célja a közel 100%-os tisztaság elérése. Ehhez a szilíciumot első körben 1400 fokra hevítik és megolvasztják. Az olvadt szilíciumba speciális vertikális kemencékben egy vékony rudat mártanak, amit nagyon lassan aztán kiemelnek. Az eljárás lényege, hogy a szennyező anyagok, az oxigén, a szén, a nitrogén a rúd felső részén összpontosulnak, így ezt a felső részt csak le kell vágni, alatta pedig már közel 100%-os található meg a tiszta szilícium. Ha ez a szilíciumoszlop egy kristályban derbed meg, monokristályról, ha többen, polikristályról beszélünk. Hogy mikor, milyen esetekben alkalmazzák ezeket, azt itt most nem tárgyaljuk, de a mindennapokban jellemzőbb a monokristályos napelem. Viszonylag könnyű egyébként megkülönböztetni a kettőt, a polikristályos napelem kékesebb, míg a monokristályos feketébb. Ezzel a módszerrel egy 10 méteres oszlop elkészülte, körülbelül 15-16 napba telik, egy olyan nagyjából fél méteres darab pedig, amit a kiállító térben nézegettünk, körülbelül egy nap alatt születik meg. Az elkészült tömböt négyzetesre csiszolják, lehelet vékony szeletekre vágják, majd ezek az ostyák vagy cellák kerülnek ide az üzembe, és aztán végül ezekből épül majd fel a napelem. A gyártó térbe ezúttal nem mehettem be, egyrészt mert extrém módon védik az ipari titkokat, másrészt mert védik a cellát bárminemű külső szennyeződéstől, nagyon szigorú és hosszadalmas lett volna tehát a protokoll, amit végig kell a beléptetéshez csinálni. Egy olyan speciális ruhát azért, amit a dolgozók bent viselnek, mutattak. If I could go inside. You have to wear this. I should wear this one. Yes, and also they hair case to prevent your hair drop. Yeah. And some mask. Yes. You look pretty sharp. Thank you. So the first step is mainly focused on the cleaning. We are cleaning the dust from the wafers. And this is the second step, and it's called diffusion. This process, we are using the very high temperature
to make sure the wafer is 100% clean, to remove all the dust. Why is it important to have really, really clean wafers? So if the purity of the polysilicon will directly determine the quality of our modules, of our cells. So the purer, the better. So in this process, we are using lasers to draw some very thin lines on the surface of the wafers to create a path for the electricity. A folyamatot is érdekes megismerni, de ami igazán letaglózó, az a robotizáltság foka. A cella kötegeket ide-oda mozgató AGV-ből, avagy Automated Guided Vehicle-ből legalább 100-at láttam. Persze azért szükség van még az emberekre is, ők alapvetően 4 területen dolgoznak. Fehér uniformist viselnek a termelésben dolgozók, sárgát azok, akik a technológiáit felelnek, kéket a gépkezelők, rózsaszín pedig a minőségi területen dolgozók. There is a time when no people will work here, only robots. Yes, it's possible. How many years? 你觉得还有多少年可以实现这个？应该用不了多久。 It will be soon in future. So 10 years ago, actually this industry is completely labor intensive, which means in the factory it's all people. Every 10 years ago. 10 years ago. And now how many people? 我们现在有多少人在这里面工作？现在这个车间的话有将近300多人。 So before it's more than 1,000 people, and now we only have 300 here. Here, yes. And their job responsibility will be only assisting those machines. How many cells or how many wafers can you produce one day? This factory only, we can produce 3 million pieces. 3 million pieces? Of solar cells. One day? One day. 3 millió cella egy nap. Igen. Nem tudom, melyik volt meglepőbb, a 3 millió, vagy azt, hogy you lived in Budapest for 2 years, so you can... For more than 3 years. So you can speak some Hungarian. Icipici. Icipici. Icipici magyarul. Icipici solar cell in icipici. A lot of solar cells. Lot of solar cell in but icipici. Only a little bit Hungarian. Yeah. A kész cellákat ezután a modulgyárba viszik, egy modulra leggyakrabban 144 cella kerül, a modul felül egy üveglap, alul pedig egy műanyag borítás kap, majd a szendvicset vákum alatt laminálják. Befejezésképpen a külső alumínium keretet szerelik fel, és a helyükre kerülnek a csatlakozók is. Tudom, hogy ez most egy nagyon rohanós és kissé kivonatos gyárbejárás volt, de a helyzet az, hogy tényleg extrém módon vigyáznak a gyártási titkaikra, ebből most ez volt a max, amit ki lehetett hozni. A modulok végül konténerre kerülnek, és így utaznak a telepítés helyére. Egy következő részben láthatjátok majd a telepítés lépéseit is, méghozzá egy nagyon izgalmas helyszínről, ám ha már eljutottam Kínába, maradjunk még itt, jöjjön a turistáskodós rész. Leginkább a social médiára, filmekre, hírekre, történelmi ismeretekre, vagy éppen a hazai kínai boltokra, kínai éttermekre alapozva, annak is él egy kép a fejében Kínáról, a kínai emberekről, aki még sosem járt itt. Na, ezeket az előzetes várakozásokat érdemes félretenni, tényleg nehezen elképzelhető, ugyanis mi vár majd ránk. Krisztina, aki nem csak a gyárban, de a napi bolyongásaink során is végig velünk volt, így indított útnak. The Europeans will think that China should be Asian, that we should have very old houses like this, but actually China has more. Like we have both the modern city and also the Asian city. So China is a combination of two different things, but it's normal because now China is so advanced and we play a very good or important role in the world. So I hope that everyone in the world can have an open eyes to our country. A következőben nagyjából bejárom Kína 5. legnagyobb városát, Chengdut, mivel a közigazgatási területén 21 millió, a szorosan vett városban ebből 10 millió ember él, Chengdun keresztül egy elég pontos képet kaphatunk a kínai mindennapokról, a kultúráról. Megnézem, mit jelent a kínai kaja valóságban, ismerkedem az étkezési vagy éppen teázási szokásokkal, és elmegyek a Chengdu fő turisztikai attrakciójának számító panda rezervátumba is, ahol jelenleg közel 230 óriás panda él. Bye.
3-kor és egy város központja főtere van, a turista reflex először idevezetett. Chengdu főtere a Tianfu. Amit a Tianfun először meglát az ember, az a 30 méter magas, azaz a nagyjából egy 10 emeletes házzal megegyező méretű Mao Zedong szobor. Mao Zedong tekinthető a Kínai Népköztársaság ideológiai atyának, óriási kultuszövezi, a bankjegyek hátán is ő van, ráadásul az összes címletén. Kína kommunista állam, amit itt népi demokráciának hívnak, turistaként viszont leginkább az a kérdés, mit érzékel az ember ebből. A külső internet blokkolt, nem érhetők el olyan oldalak, mint például a Google Maps, direktben nem használhatók a nyugati bankkártyák, ezekre bármennyire is felkészül az ember, azért nehezítő körülmények. Rengeteg a rendőr, ez viszont legalábbis kezdetben már inkább nyomasztó. Az igazság az ugyanakkor hozzátartozik, hogy a nettó 8 itt töltött nap során soha sehol nem kérdezték meg, mit és miért filmezünk, persze lehet, hogy csak azért nem, mert pontosan tudták, ugyanis a rendőrök számánál már csak a térfigyelő kamerák száma nagyobb. A Tianfun találkoztam szerzetesekkel is. Kínában a taoizmus a fővallás, amit akár a szerzetesek ruházata miatt sokan kevernek a buddhizmussal, és bár van némi rokonság, a kettő igazából nagyon más. Itt most én nem fogom részletezni, miben térnek el, de például a taoizmushoz erősen köthető a feng shui és a yin és yang elmélete. Ez itt most azért érdekes, mert a Tianfun egymástól nagyjából 50 méterre található két díszszökőkút, a tér szintjén ezek puszta látványelemek. A levegőből nézve viszont a yin és yang szimbólumot mintázzák. Ha a Tianfu mondjuk a hősök tere, akkor a Chongqing Road az itteni Váci utca. Mondhatnám azt is, hogy ez itt a kínai negyed, de mivel Kínában vagyunk, ez azért fura lenne. Ami tény, rengeteg az utcai kajálda, a kínai ruhás üzlet, de a világszinte ismert nagy divat márkák is mind jelen vannak itt. Érdekesség, a Chongqing Road két végét egy-egy szoborcsoport zárja. Az első shoppingoló járókelőket ábrázol, ez még talán nem is annyira fura. A másik viszont a mobiljukba temetkező emberekkel valamiféle társadalom kritikának tűnt. Ez annak tükrében volt meglepő, hogy itt, főként a tömegközlekedési eszközökön, egy-két idősebb embert kivéve mindenki, szó szerint mindenki a telefonját bújja. Tudom, hogy ez világtrend, de itt lényegében egy embert sem láttam, aki könyvet vagy újságot olvasott volna. A kakukk tojás, vagy inkább az üdeszínfolt, ez a férfi volt, aki egész úton a Rubik kockájával játszott, igaz, neki még a sámlia is egy kvázi Rubik kocka volt. És ha már metró, 13 metróvonal van a városban, a vonalak összhossza közel 600 km. A közlekedésben a föld szintjén is vannak csodák. A 8-10 sávos utak kereszteződéseiben a külön sávokkal rendelkező motorosok, amikor megindulnak, leginkább egy darázsrajra emlékeztetnek. És ahogy azt korábban Indiában, Tájföldön vagy éppen Kambodzsában is tapasztaltam, biciklin vagy kismotoron Ázsiában mindent elvisznek. És mindenre fel is vannak készülve. Nagyon vittesek a motoros ruhát helyettesítő motoros takarószettek, vagy éppen az ilyen kis kormányra szerelt mobilvédő esernyők. A motoros bringás viseleteknél hódít a panda motívum, csak úgy, mint a normál hétköznapi ruházatoknál, és az ajándékboltok is pandákkal vannak tele, de ez egyáltalán nem véletlen, ahogy már volt is róla szó, Szecsuán a pandák földje. És akkor lássuk a medvét. A Chengdut övező hegyekben él jelenleg a legtöbb óriás panda szabadon a világon, nem véletlen tehát, hogy itt található a világ legnagyobb óriás panda rezervátuma. A közel 230 példány egy részét idővel visszaengedik majd a természetbe, de van, aki itt él egész életében. A rezervátumban tehát rengeteg tapasztalattal és adattal rendelkeznek a pandákat illetően. Egy ilyen túra tehát arra is jó, hogy mitoszokat cáfoljon, vagy éppen igazoljon, amit nagyjából minden ember tud, mielőtt idejön, a pandák kedves, bohókás, kissé lusta élőlények hatalmas étvágyal. Egy panda, 50 kiló bambuszt teszik meg egyetlen nap alatt. A pandáknak tulajdonított egyik legjellemzőbb tulajdonság, hogy hóbortosak. Arról viszont kevesebb szó esik, hogy miért tűnnek annak. A megoldás a táplálkozásban keresendő. A rengeteg elfogyasztott bambuszra hirtelen rengeteg vizet isznak, ez pedig annyira felhigítja a vérüket, hogy beáll egy kókadság, egy bágyadság, egyfajta delírium náluk. Ezért tűnnek tehát néha pityókásnak, vagy épp ezért fekszenek mozdulatlanul kaja után órákig.
A rezervátumban az utakat bambuszligetek szegélyezik, ám ezek csak illusztrációként vagy díszletként vannak itt. A pandák számára a környező hegyekből hozzák a bambuszt minden nap frissen teherautókkal 6-7 tonnát. Igen, a 150 példányt felszorozva 50 kilóval nem stimmel a szám, de azért kell jóval több bambusszal készülni, mert a pandák nem csak nagy étkűek, de rendkívül válogatósak is. Mielőtt nekilátnak, minden szál bambuszt megszagolnak, ami nem nyeri a tetszésüket, azt egyszerűen félrerakják. A nagy étvágy tehát stimmel, de mi a helyzet a lustasággal? Nos, az is stimmel. A rezervátum által biztosított feltételek ráadásul még kényelmesebbé, ellazultabbá teszik az állatokat, ez pedig komoly kihívás elé állítja a gondozókat. Az egy dolog, hogy különböző trükkökkel próbálják állandó fizikai aktivitásra kényszeríteni a pandákat, de a nagy semmittevésben a hímek sokszor azt is elfelejtik, mi a teendő párzási időszakban. Ilyen esetekben nem vicc, nagyképernyős tévéken vetítenek aktusokat, hogy ezáltal próbálják frissíteni az emlékeket és meghozni a párzást. Kedvet. A panda eredeti neve itt macska medve volt. Az eddigiek alapján az a kép állhat össze bennünk, hogy a pandák magatehetetlen, kiszolgáltatott állatok, de közben meg ez sem igaz. Nincsen például ellenfelük a természetben, például azért, mert kiválóan másznak fára, innen a macska-medve elnevezés, de bőven megvan a magukhoz való eszük is. A rezervátum gondozói megfigyelték például, hogy a nőstény egyedek olykor terhesnek tettetik magukat, tudják ugyanis, hogy ilyenkor jobb a koszt, a bambusz mellé például méz, tej és alma is jár. Amikor egyébként egy panda elalszik, állítólag egyetlen módon lehet csak felébreszteni, almát kell tenni az orra elé. Az alma ugyanis az egyetlen étel, aminek egy panda nem tud ellenállni. De akkor hogy mégis a bambusz a fő táplálékuk? Azt mondják, ennek is kényelmi oka van, mivel az evolúció során az állatvilágban nem nagyon volt más faj, aki bambusszal táplálkozott volna, a pandáknak jutott ebből bőséggel, és még csak meg sem kellett küzdeni a bambuszért. Legalább még egyszer ennyi jó sztorit hallottam itt a pandákról, de azt mondom, most már elég, induljunk tovább. Ha a boltokban kapható ajándékfigurákat veszem alapul, akkor a panda mellett ezek a kis arcváltos mutatványosok a legfelkapottabbak, nem véletlenül. Kína kulturálisan rendkívül színes, ezt tudjuk. A színkavalkádból pedig én most valami olyasmit emelnék ki, amiről kevesebbet vagy épp semmit sem tudunk, ez a kínai népi opera. A népi operának több leágazása is létezik itt, a shanghai, a pekingi verziók mellett van szecsuáni is. A zenés, énekes, táncos minidarabok jellemzően könnyen fogyasztható témákat dolgoznak fel, a szerelemre, barátságra, ármánykodásra épülő élethelyzetekkel, a színészek nagyon színes ruhákat viselnek és nagyon élénk mimikával dolgoznak és nagyon sok látványelemmel. De a szecsuáni opera igazi különlegességét a maszkváltások adják. A maszk vagy arcváltásra többször és több okból is sor kerül egy darab során, általában nyilván valamilyen hangulatváltozás az apropója. Egy maszkváltó művésznek legalább 10 maszkja van, és a jelenet végén sokszor a saját arcát is megmutatja. Bár legalább 300 éves már a hagyomány, a maszkváltás mikéntjét, trükkét a mai napig misztikum lengi körbe, ami biztos, a kulcs a különleges ruhában és az abba vart vékony zsinórzatban, és persze a művészek extrém ügyességében található. Operának egyébként alig, hanem jobb hián nevezik a műfajt, népinek meg talán azért, mert az előadásokra parkokban, tereken, éttermekben kerül sor. Amit én láttam, az például egy teázó mini színpadán zajlott a Csengdúi népkertben. A népkert vagy néppark lényegében egy óriási nyitott közösségi tér, ahol délutánonként összegyűlik a városrész aprajanadja. Ez a hely szintén nagyon sokat mesél arról, milyen is Kína. Például itt szembesültem vele igazán, micsoda kultusza van Kínában a teának, milyen rituáli itt a délutáni tea. Egyébként csak érdekességkép egy jó sztori a tea nevével kapcsolatban. Európában az 1500-as évek táján a portugál hódítók révén érkeztek az első nagyobb teaszállítmányok, amire az angol kereskedők gyorsan rákaptak, a névadással viszont nem sokat fesződtek, mivel a zsákokon szereplő kínai chai írásjelben egy T betűt fedeztek fel, egyszerűen tínek nevezték el az anyagot. A tea mai egész világon elterjedt nevét tehát lehet, hogy egy rakodó munkás adta.
Folyik rengeteg aktivitás is a népkertben, ám még a teászokban nagyon vegyes a közönség, ezeken az aktivitásokon lényegében csak az idősebb korosztály vesz részt. Több ponton flashmobolnak 10-20 fős tánccsoportok, de nagyon sokan lábtól labdáznak is, ráadásul extrém ügyességgel. A lábtól labda egy tradicionális kínai sport, mondjuk, hogy a tollas labda focis verziója, és volt itt egy nagyon érdekes élményem. Hiába mondtam, hogy én már próbáltam korábban, csak azután vettem be maguk közé játszani, hogy a helyi edzővel passzolgattam párat, és nem vallottam szégyent. Valahogy az volt az érzésem, megadják a tiszteletet a sportnak azzal, hogy bárkit azért nem vesznek be. Többen is zajlanak performanszok elég népes közönség előtt, ezt a színházi előadást például egy komplett zenekar kísérte, ennek a férfinak a művészete pedig abban állt, hogy a betonra festett vízzel. Mint Krisztinától megtudtam, itt most épp azt írta fel nekem, hogy üdvözli a magyarokat. Köszönjük! Az utcai kuruzslás, azaz a spontán fültisztítás és masszázs teljesen bevett máshol is város szerte, ezeken nem is lepődtem meg annyira, mint azokon a cetlivel borított táblákon, amik a park egy fél első részén sorakoztak hosszú métereken át. A cetliket úgy olvasgatták a helyiek, mintha apró hirdetések volnának, és tulajdonképpen azok is. Ez itt a helyi társkereső. Mint megtudtam, szülők hirdetik itt név nélkül az eladó sorban lévő gyerekeiket, kék cetin a fiúkat, rózsaszínen a lányokat. Ha valakinek tetszenek a leírtak, azután a tárcsázza a megadott számot. És akkor utolsó nagyobb témaként jönjön a kaja. Ez eléggé speciális, hisz kínai ételes, kínai éttermes élménye nagyjából mindenkinek van, úgyhogy először is a legfontosabb. Kínában olyan, hogy kínai étel lényegében nincs, vagy legalábbis csak az utcai árusító pultok kínálatára korlátozódik, itt ugyanis legalább 4-5 egymástól igencsak eltérő regionális konyha létezik, ezek egyike a szecsuáni. Mivel a vendéglátóinknak köszönhetően majdnem minden nap másik étterembe mentünk, elég sok hatásért, ami biztos. A közös étkezéseknek rendkívüli kultusza van itt, de ez abból a szempontból nem meglepetés, hogy míg például Európában az 1700-as évek végéig lényegében csak útmenti fogadók voltak, Kínában már az 1200-as évek táján léteztek mai értelemben vett éttermek. A majd 1000 éves hagyománynak pedig nagyon megadják a módját. Lényegében minden étteremben vannak kísérő zenés táncos előadások, de volt olyan hely, ahol minden fogás után előadtak egy mini jelenetet. A szecsuáni hagyomány alapján az étkezés kör alakú asztaloknál zajlik. Az asztal lényegében folyamatosan forog, így mindenki könnyedén vehet a számtalan felpakolt ételből kedvére valót. Ilyenkor külön pálcika van a közös tábolvaló szedéshez, és külön pálcika az evéshez. És hogy miért a pálcika terjedt el evőeszközként a világnak ezen a részén? Hát állítólag azért, mert míg Európában a vaskohászat fémművesség már lényegében a honfoglaló magyarok idejében létezett, Kínába csak évszázadokkal később jutott el, így ők azzal főztek vagy ettek, ami volt. Fából pedig legegyszerűbben kis pálcikákat vagy botokat lehetett készíteni. Jó kérdés persze, miért nem csináltak például porcelánból evőeszközt, de egyébként alig, hanem azért nem, mert a fapácikákkal étkezés után sem kellett bajlódni, simán el lehetett azokat dobni. A kör alakú asztal Szecsuánban kapcsolódik még egy hagyomány, ez pedig a hotpot. Ahogy a nevében is benne van, a hotpot lényegében egy csiliben úszó forró gőzölgő tál, amiben mindenki kedve szerint pakolgathatja azt, amit enni szeretne, pár percig főzi, majd kihalásza és megeszi. A hotpotok története oda vezethető vissza, hogy egykoron nagyon szegények voltak az itt élők, és megfőzve, túlfűszerezve, az állatnak még a legkevésbé kívánatos belsőségei is elfogyaszthatók, ma már a hotpotozás inkább kihagyhatatlan közösségi élmény, ja és végül fontos, olyan, hogy szecsuáni csirke itt nincs, vagyis van, csak legalább 100 féle. Összességében az ételekről csak felső fokon lehet beszélni, hiányérzete max. Két dolog miatt lehet az embernek, édesség és kávé, ebben elég gyengék, de utóbbira legalább mentség, hogy itt azért a teázás a menő.
Egyetlen dologgal vagyok talán még adós. Ha emlékeztek, a videó elején említettem egy fura épületet, amit nem nagyon akart az agyam befogadni. Nos, Chengdu sok más mellett arról is híres, hogy itt található a világ egyik legnagyobb bevásárló központja. A Global Center méretei tényleg felfoghatatlanok. Az oldalai 500 és 400 méteresek, 1,7 millió négyzetméterével ez a világ legnagyobb alapterületű épülete. Bent az ember egy giga Rubik kockában érzi magát, kicsit olyan, mintha egybe pakolták volna az összes magyarországi bevásárló központot. 18 emelet van, van bent két darab ötcsillagos hotel, még gyorskori versenypálya is van, és persze üzletek felfoghatatlan mennyiségben. Ennyi, azt hiszem, elég elsőre van mit megemészteni. A következő részben azt láthatjátok majd, milyen élmények értek a Chengdu, mondjuk úgy szomszédságában található bruttó 32 milliós Chongqingben, amit Tetris városnak vagy 3D nyomtatott városnak is neveznek, nyilván nem véletlenül. Majd a harmadik részben megnézzük, hogyan kerülnek a legyártott napelemek egy üzem tetejére, egy olyan üzemére, ahol minden a kávé körül forog. Természetesen itt is szétnézek majd. A videó a SolarKit támogatásával készült.